Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország legjelentősebb gyümölcstermesztő vidéke. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal eddigi felméréseinek adataiból. Az ország dió és megy ültetvényeinek egyaránt 47, míg az alma ültetvényeknek a 77%-a található a megyében. A KSH idén februárban 2001 óta először ismét gyümölcsös ültetvény összeírást végez. Ennek célja, hogy információval szolgáljon a hazai gyümölcsös ágazat döntéshozói, gazdálkodói számára a gyümölcsös területek gazdasági lehetőségeiről és a kapcsolódó gazdálkodás fő jellemzőiről. Az adatgyűjtést egy Európai Uniós rendelet írja elő, így az összeírásban megkérdezett gazdaságok számára a válaszadás kötelező. Az adatfelvétel az kettő szakaszból áll. Február 14-én indulunk az önkitöltés időszakában. Valamennyi érintetnek, nagyjából országosan 15 ezer gazdaságnak lehetősége van arra, hogy interneten töltse ki a kérdőívet. Ezt az emezo.ksh.hu oldalon tehetik meg. Február 14 és február 28-a között van erre lehetőség. Az országban egyébként 15 ezer gazdaság 37 ezer ültetvényével érintett az összeírásban. Aki nem él az önkitöltés lehetőségével, őket összeíró fogja majd felkeresni március 1 és április 16-a között. Az országban közel 500 összeíró fogja majd járni a vidéket, és elektronikus eszközökkel, tabletekkel hajtják végre az összeírást. Az adatfelvétel 9 hazai gyümölcsfajra terjed ki. Ezek az alma, a bodza, a cseresznye, a dió, a kajszi, a körte, a medgy, az őszi barack és a szilva. A 9 gyümölcs együttes termőterülete az ország gyümölcsös ültetvény területének 95%-át teszi ki. A megye 229 településéből 226 érintett az adatfelvételben. Abszolút első helyen áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye akkor, amikor gyümölcsös ültetvényekről beszélünk, hiszen a megye gyümölcsös ültetvény területe az 30 ezer hektár, ez az ország gyümölcsös területének a harmadát jelenti, ilyen nagy terület nincs más megyében. A megyén belül is a mezőgazdasági terület hasznosítását tekintve kiemelkedő súlyú ez a terület, hiszen az összes mezőgazdasági területnek közel 10%-át a gyümölcsös terület adja. Ezek az adatok természetesen a felvétel kapcsán is visszaköszönnek, hiszen a 490 összeíróból 178 összeíró Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fog dolgozni. Az adatfelvétel során a kérdőívben választ kell majd adni a gazdálkodónak az életkorára, nemére, iskolai végzettségére, de az általános kérdések mellett a kérdőív kitér majd a gazdasági tárolókapacitásra, a termés hasznosításának módjára, valamint a gazdálkodó jövőbeni gyümölcstelepítési terveire is.